Szeretettel köszöntök mindenkit. Először is ugye a pályázókat, akik nagy számban megjelentek az eredményhirdetésen és a díjkiosztáson. Köszöntöm a felnőtteket is, látom, vannak néhányan kísérő felnőttek. Köszöntöm Máriát is, kezét csókolom. És mindenek előtt, ugye mielőtt elkezdenénk az eredményhirdetést és a díjak kiosztását, ugye az ilyen alkalmakkor úgy szoktuk, hogy mindig tartunk valamilyen előadást, hogy hát ne csak azért gyertek ide pályázók, hogy megtudjátok, hogy ki lett az első, meg a második, meg a harmadik, hanem azért, hogy valami kis hasznos információt is kapjatok, és hát általában meghívunk egy előadót, aki valamilyen témában tart egy előadást. Erre most Vince Miklóst hívtuk meg, aki az MTA ELTE elméleti fizikai kutatócsoport tudományos főmunkatársa, és a bolygó léptékű környezeti áramlások kutatója. Hát ez lehet, hogy most egy kicsit ijesztően hangzott, de az előadása az messze nem lesz ilyen ijesztő, ugyanis Miklósról azt kell tudni, hogy én azóta ismerem őt, amikor ő ilyen űrtáboros generáció volt, és MANT pályázatokon részt vett sok sikerrel, és azt is írja, hogy tudományos pályáját nagymértékben köszönheti a MANT-nak. Általános iskolás korom óta összesen 7 alkalommal vettem részt az űrkutatási esszé pályázatokon, és a magyar ifjúsági űrtáborokban, melyek meghatározó élményt jelentettek nekem. Nagyon szépen írtad, nem tudtam volna összeszámolni, hogy hányszor találkoztunk a táborokban, de hogy onnan ismertelek téged, azt tudom. Itt, ahogy hallottátok, ugye ő esszé pályázaton vett részt. Most idén van az első év, az első alkalom, amikor jött egy olyan ötlet, hogy válasszuk külön a rajzpályázatot és az esszé pályázatot. Ugyanaz a téma, csak nem kell a rajzokat összehasonlítani a különböző dolgozatokkal, és így a zsűrinek is könnyebb dolga volt. Azt hittük. Aztán kiderült, hogy sokkal nehezebb dolga volt, mert 100 számra érkeztek a szebbnél szebb rajzok, úgyhogy alig tudtunk választani közülük. Hogy melyikeket választottuk, azt hamarosan meg fogjátok tudni, viszont most előtte átadom a szót Vince Miklósnak, aki a témához kapcsolódó előadást fog nektek tartani. Miklós, tiéd a szó. Nagyon szépen köszönöm a szót, és köszöntöm én is a tisztelt hallgatóságot. Kicsit halkan hallunk. Igen? Ó, na akkor megpróbálok ezzel valamit kezdeni, bár elvileg ugye még mindig halk vagyok. Halk. Ugye? Hát bízunk benne, hogy majd esetleg rákorrigál a rendszer. Egy biztos, minden esetre most megosztom a képernyőmet. Egy pillanat. Remélhetőleg látszik a képernyőm, és akkor el is kezdeném a kis előadást. Persze ez némileg egy hálátlan szerep, amikor az ember éppen akkor tartja az előadást, amikor ugye már mindenki tűkön ülve várja az eredményeket, de hát megígérem, hogy nem lesz hosszú, viszont megpróbálom, hogy érdekes legyen, és ahogy ez elhangzott, én valóban a bolygóknak a légkörével foglalkozom többek között, és hát ugye persze az ember kedvenc égi testjének, vagy kedvenc bolygójának is lehet légköre. Én az én kedvenceimből egy szubjektív válogatást hoztam össze, ugyanis én egy olyan helyen dolgozom, ahol azzal foglalkozunk, hogy megpróbáljuk a nagy bolygó méretű légköri jelenségeket valóban piciben lekicsinyítve laboratóriumi kádakban modellezni, és szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, és sokat lehet belőle tanulni. És akkor most megnézzük, hogy hogyan lehet például egy konyhai fazék méretű laborban megcsinálni kicsiben mondjuk a Vénusznak vagy a Földnek a légkörét. Hát szerintem ez nagyon érdekes, én legalábbis így gondolom. De hát mégis milyen, tulajdonképpen milyen ez a bolygók légköre? Hogy mi azt nem is gondolunk bele sokszor, de a bolygók légköre az igazából nagyon-nagyon lapos, vagy úgy mondhatjuk, hogy sekély. De mit értek ez alatt? Hát azt, hogy a magassága,
ha úgy tetszik. Nyilván a légkörnek sehol nincs kirakva egy tábla fölül, hogy itt a légkör teteje, mert ahogy egyre följebb megyünk, ugye a légkör az olyan, hogy egyre ritkul, ugye tudjuk, hogyha felmegyünk egy nagy hegytetőre, akkor ott már bizony lehet érezni, hogy ugye csökken a nyomás, és hogyha felmászik valaki a Mount Everestre, akkor például ajánlott oxigénpalackot is magával vinni. Na szóval a légkör az szépen fokozatosan, de egyre erősödő ütemben ritkul, ahogy fölfelé haladunk. Oké, de azért valahogy, de nincs igazából vége neki sehol, tehát ha nagyon akarom, akkor még akár több ezer kilométerrel magasabban is ki tudok mutatni egy-két kósza molekulát, ami valamilyen módon a légkörhöz kötődik, pedig hát az aztán már tényleg a mély űr. Na, viszont azt mondhatjuk, hogy mondjuk a Föld légköre az nagyjából olyan értelemben mondjuk 10 kilométer magas, hogy nagyságrendileg, ugye nem egy pontos szám, azt is mondhatnám, hogy 20, azt is, hogy 50, de olyan értelemben mondhatom ezt a 10 kilométert, hogy a légkör anyagának a nagyon-nagyon nagy része, 90-nél is több százaléka, az itt van a legalsó tartományban lent. Na most az azt jelenti, hogy az időjárás is tulajdonképpen itt zajlik lent, meg az élet is itt történik lent, ebben az alsó 10 kilométeres tartományban nagy részt, amit egyébként troposzférának hívnak. És az űrhajósok mindig rádöbbennek arra, még Scott Kelly is, aki ezt írta a könyvében, ami kitűnő fordításban megjelent magyarul néhány éve, ő egy évet fenntöltött az űrállomáson, és még így is, hogy egy évet fönt töltött, mindig rácsodálkozott arra, hogy a légkör vonala olyan vékonynak látszik, mint egy kontaktlencse, de azt is mondhatta volna, hogy olyan vékony, mint egy szappanbuborék, mert persze az a 10-20-30 kilométer, mondjuk bármit, ami a Föld légkörének a jellemző vastagsága, az eltörpül amellett, hogy a másik irányba, meg a bolygó, az ugye több ezer kilométeres távolságokon keresztül terül el, és hát természetesen a légkörben levő dolgok is, amik az időjárásunkat befolyásolják, például a nagy ciklonok, anticiklonok, amiket műhold képeken jól ismerhet mindenki, azok is jellemzően ilyen több százezer kilométeres átmérőjű dolgok, tehát sokkal-sokkal szélesebbek, mint amilyen vastagok. És ennek aztán persze nagyon érdekes következményei vannak. És ha már itt tartunk, akkor mindig meg szoktam kérdezni a hallgatókat, hogy vajon szerintük ez melyik bolygó, de most nem kell válaszolni, most nem játsszuk el az interaktivitást, mert rohannunk kell az időben, de ezt is meg szoktam kérdezni, hogy ez milyen bolygó. Gyönyörű képek ezek, és láthatóak mindenféle érdekes áramlási rendszerek, meg sávok, és hasonlók, ugye olyan, hogy gyönyörű űrszondás felvételek, ezek azt gondolhatnánk. Itt látható ezek a gyönyörű elkeveredő, és hát mindenképpen művészi igényességgel megjelenített struktúrák, és egyébként ez nem egy festmény, ez egy igazi felvétel, de nem egy bolygóról készült, hanem egy szappanbuborékról. Ezek igazi szappanbuborékokról készült képek, amiket egy kis Krisztina nevű fotós készített, egy nagyon jó objektívvel, egy fekete szobában, csak simán fehér fénnyel rávilágított a buborékra, még mielőtt ugye szétpattant, és hát persze a fény, ahogy különböző fény, ahogy egyébként látjuk néha olajon is, hogy szépen szivárványosan megtörik a fény, most ezt nem mesélem el, hogy miért, ettől megkímélem a társaságot, de tényleg ilyen gyönyörű színes dolog, tehát ez nem utólag lett kézzel vagy számítógéppel kiszínezve, tényleg ilyen egy bolygó légkör, és ezt akarom mondani, hogy a bolygó légkörök bizonyos szempontból nagyon hasonlítanak a szappanbuborékokra, pont emiatt, mert a szappanbuborék is nagyon-nagyon vékony dolog ahhoz képest, hogy mekkora, vagy milyen nagy a buboréknak mondjuk az átmérője. Tehát gyönyörű, bolygószerű dolgokat lehet csinálni szappanbuborékokon, ez tényleg így van. Na, viszont mióta tudjuk egyáltalán, hogy más bolygóknak van légköre, és hogy hogyan jöttek rá? Hát nyilván már az űrszondák előtt sokkal rájöttek az emberek, már bőven azelőtt, hogy egyáltalán oda tudtak volna menni és megvizsgálni. Például már a 18. században, amikor egy nemes ember így nézett ki, parókában, ahogy kell, ugye ő Mihail Lomonoszov volt, Oroszországban élt, egy kitűnő csillagász volt, és ő volt az első, aki megfigyelte, hogy a Vénusznak van légköre. Na de hogyan figyelte meg? Hát volt akkor egy Vénusz átvonulás, ami, ahogy a neve is mutatja, azt jelenti, hogy ez a bolygó, ami ugye közel van a naphoz, mint a Föld, ezért időről időre előfordul, és ez rendszerint egy nagyon fontos esemény volt akkoriban, amikor ez előfordult,
hogy a bolygó elhalad a napkorong előtt. És ő ezt figyelte meg, amit ezeken a rajzokon meg is örökített, ugye ezek még nem fényképek természetesen, akkor még nem voltak fényképezőgépek se, hanem egyszerűen rajzok, de rajzokban megörökítette, hogy mit látott akkor, amikor a Vénusz már éppen kilépett a napkorong elől. Ez ugye ez a nagy világos szürke valami, ez a napkorong, és ez a fekete sötét korong, ez a Vénusz, és azt vette észre, hogy már itt kibukkant a Vénusz fele a napkorong elől, de mégis látjuk, mit vett itt észre, hát körülötte valami fényes ragyogást. Na hát ez pedig... ebből helyesen arra következtetett, hogy a Vénusznak bizony légköre van, mert ott valamin szóródnia kell a fénynek. Hogyha a Vénusznak nem lenne légköre, akkor ott nem látnánk semmi fénysávot. Itt viszont pontosan az van, mint amit ott a Scott Kelly alatt mutattam, ezt a pici képet, amit ő csinált az űrállomásról, földkörüli pályán keringve, hogy napkelte előtt már látszik a derengés, ez a kis vékony kék sáv, ez a Föld légköre. Na, ugyanezt vette észre a Vénusz esetében, a 18. században ez a Lomonoszov, azóta tudjuk, hogy a Vénusznak van légköre. Hát ez volt az első más bolygó légkör, amiről tudományos bizonyíték volt, hogy valóban létezik. Na most egyébként ez egy nagyon fontos esemény volt, ez a Vénusz átvonulás. Például a brit haditengerészet admiralitás küldött egy expedíciót a Csendes óceánra, többek között azért, hogy megfigyeljük a Vénusz átvonulást, és ennek melléktermékeként a Cook kapitányék felfedezték Ausztráliát meg Tahitit, úgyhogy ebből is látszik, hogy bizony a csillagászati kutatásnak néha meglepően gyakorlati következményei és hasznai is vannak. Az meg egy külön érdekesség egyébként, hogy ezt a hajót, amivel utazott, Endeavornak hívták, amiről aztán egy űrrepülőgépet, sőt mostanában már egy Dragon SpaceX űrhajót is elneveztek azóta erről a hajóról. Tehát még egyszer jegyezzük meg, hogy ezt is a Vénusz átvonulás megfigyelése érdekében indították el, és hát mégis milyen jó dolgok jöttek ki belőle. Na persze, de mit tudunk jelenleg a Vénusz légköréről? Hát most már sokkal több mindent, mint Lomonoszov idejében, többek közt azért, mert űrszondák leszálltak a Vénusz felszínére, de olyan rettenetes viszonyok voltak ott, hogy egyáltalán nem bírták sokáig. Tehát például a szovjet Venera űrszondák másfél óránál több időt nem bírtak ki a felszínen, pedig nagyon robusztus jószágok voltak, de bizony, hát azt tapasztalták, hogy több mint 90-szer nagyobb nyomás van a felszínen, mint itt. Hát az egy jó kis tengerrajzati nyomás, nem nagyon bírták az űrszondák sokáig. Azért csináltak néhány képet, na most azok nem voltak olyan szép képek, mint ez, de azért itt számítógépes feljavítással és némi művészi intuícióval azért ilyen képek kijavították fel az elmúlt néhány évben ezeket, a Venera űrszondás képeket. Hát látjuk, hogy ez egy borzasztó világ. Hello. Igen. Na, bocsánat, mintha valamit hallottam volna. Na, nem baj. A lényeg az, hogy a Vénusz felszíne, hát az maga a kénköves pokol, elviselhetetlenül nagy jégnyomás, savas esők vannak néha, hát borzasztó, senkinek nem ajánlom, hogy oda kiránduljon, de olyan sűrű ez a légkör viszont, de hogy még 50 kilométer magasan is van bőven légkör, mert hogy ugye egyre ritkulott is, ahogy fölfelé haladunk, de pont 50 kilométer magasan, ahol a Föld légkörében olyan magasan már, az már majdnem az űr, ott aztán már ne lélegezzen senki, vagy ne akarjon senki lélegezni palack nélkül, mert az tényleg már világűrszerű viszonyok vannak szinte 50 kilométer magasan. Na hát a Vénusznak olyan sűrű a légköre, hogy 50 kilométerrel a felszín fölött van nagyjából pont olyan világ, mint itt. Tehát mind nekünk a Földön, a tengerszinten, és akkor ezért mondtam, hogy bár a Vénusz felszíne egy kénköves pokol, de vannak olyan tervek, ez például a NASA-nak egy távlati terve, hogy nem volna teljesen elrugaszkodott ötlet, hogy egy lebegő ballon városokban lehetne például majd a jövőben a Vénusz légkörében lakni. Nem a Vénusz felszínén, hanem a Vénusz légkörében, ahol ilyen szép kék az ég, alattunk a rengeteg felhő, és hát például erre hittem, hogy hát lehet, hogy majd talán a tisztelt hallgatóság egy része majd egy ilyenben fog lakni. Hát ugye nem lehet tudni, hogy milyen gyors a fejlődés üteme, de tényleg léteznek ilyen tervek. 50 kilométerrel a Vénusz felszíne fölött egészen jó viszonyok vannak, úgy tűnik. Mármint ilyen szempontból. Ez nem azt jelenti persze, hogy be lehet lélegezni a légkört,
más anyagból van, széndioxidból főleg, de a sokkal elviselhetőbbek a viszonyok a működésünk szempontjából, mint a felszínen. Na jó, oké, értjük, de mitől van egy bolygón időjárás? Mert nem csak az a lényeg, hogy milyen a légnyomás, meg hogy hogy néz ki az ég, hanem az is, hogy például mikor várhatunk mondjuk szelet, vagy csapadékot, vagy ilyesmit. Egyáltalán a Földön mitől van időjárás? Hát két dolog miatt elsősorban, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni a dolgot. Az egyik az, hogy a Föld forog, ez kell hozzá, mert anélkül nagyon unalmas lenne az áramlás, majd elmesélem, hogy miért. És a másik pedig az, hogy a sarkvidék meg az egyenlítő között van hőmérsékletkülönbség. Északon hideg van, a sarkon, a délen is, persze a sarkokon hideg van, viszont az egyenlítő környékén meg hát ott jó meleg van. Ugye ezt olyan, mintha itt lenne valami piros fűtőtest, és ott meg egy ilyen kék ilyen hűtőgép. És akkor a kettő között van valamiféle hőmérséklet különbség, és én azt mondom, hogy ha van hőmérséklet különbség, és forog a Föld, akkor lesz ottan időjárás is. Na de miért? Hát ez érdekes. A hőmérséklet különbség miatt elindulnak a szelek, mondjuk elindulnának az egyenlítőtől a sarkvidék felé, vagy fordítva, hogy kiegyenlítődjön a hőmérséklet, de a Föld forgása pedig eltéríti ezeket a szeleket, és hogyha ráülünk például egy ilyen forgó körhintára, és elkezdünk a barátainkkal labdázni, akkor meg is értjük, hogy itt mi történik. Itt ugye az történik, hogy forog ez a körhinta, és ha fölülről nézzük, ahol játszótérből nézve, akkor úgy látjuk, hogyha a labda itt eléggé egyenesen menne. Na de szegény gyerekek nehezen tudják eltalálni egymást, mert itt látjuk, hogy ha együtt forog a kamera, akkor mi történik? Az történik, hogy eltérül a labda útja. Ez és az a forgás következtében eltérül, és emiatt van az is, hogy a légkörben is eltérülnek az áramlások, és emiatt aztán jönnek létre mindenféle légörvények. Na most az a vicc, hogy ezt a légörvényrendszert, ezt mi tudjuk például egy kicsi, akár otthon is elvégezhető kis túlzással kísérletben modellezni. Egyszerűen fogunk egy fazekat, beletöltünk vizet, és a közepére berakunk valami hideg részt, mondjuk egy pohárban jeget, mondjuk itt látjuk fölülről, ez hőkamerával készült, a külseje meleg, a belseje hideg, és hát akkor az történik, hogy itt így néz ki, hogy itt középen, középső tartományban hidegebb a víz, kívül pedig egy picit melegebb. Hát így néz ki. Na most, hogyha viszont ezt a tartályt elkezdjük forgatni, na ez az, amit otthon nem olyan könnyű elkészíteni, na meg persze hőkamerája sincs mindenkinek otthon, én tudom, de nagyjából azért ennyi kéne a kísérlethez. De hogyha ezt rátennénk mondjuk egy korongozó asztalra, mondjuk forgatnánk, akkor előbb-utóbb azt tapasztalnánk, hogy örvények jelennek meg, amik ilyen szép, szép kerek, kék, kékes valamik, amiket ugye hideg légörvényeknek felelnek meg az igazi légkörben, és ha még gyorsabban forgatom, akkor még több lesz belőlük. Na most, hát ez pont hasonlít a kedvenc bolygóink légkörére. Ez például olyan, mint a Vénuszé, de miért? Hát mert a Vénusz is annyira nagyon lassan forog, több mint 243, sőt, hát azt hiszem pont 243 földi nap tart, amíg a Vénusz körbefordul egyszer a tengelye körül, vagyis az annak felel meg, mint az előbbi játszótéri videóban, amikor nagyon-nagyon-nagyon lassan forog a körhinta, hát az körülbelül ugyanolyan, mintha nem is forogna, és ebből az következik, hogy a Vénuszon nem alakulnak ki légörvények, vagyis a Vénuszon eléggé unalmas az időjárás, hogyha a Vénuszra rápillantunk az északi sarkvidéke felől, mintha ránéznénk a forgástengelye felől a bolygóra, akkor ilyen felhő alakzatokat látnánk, sávos, úgy mondjuk egy kicsit, hogy unalmas. Ehhez képest a Földön meg ilyen cikcakkos vonalakat látunk, például itt az északi sarkvidéki hideg levegő, meg a délebbi meleg tartomány, így egy ilyen meanderező, úgymond egy ilyen furcsa alakú tartomány által van elválasztva, amit úgy hívunk, hogy hát úgy mondják a meteorológusok, hogy planetáris hullám, de egy ilyen így néz ki. Tehát a szél útvonalak, azok tulajdonképpen ilyen furcsa alakzatba, rojtos alakzatba fűződnek föl, és amit itt látunk, az meg egy műholdkép, ugyanez a déli, ugye itt az Antarktiszt lehet fölismerni, ugye a déli sarkvidéket, és ott is azt látjuk, hogy itt egy csomó kicsi részecske, ami egy például ez, ami itt egy ausztráliai erdőtűzből származik, így szépen így
ilyen kacskaringós vonal mentén örvénylenek. Na, ilyen a Vénuszon nincs, a Földön, a Vénuszon szépen egyenes vonalban mennének ezek, ott nem lenne örvénylés, itt viszont van, és ez a forgásnak köszönhető, és ezt a kis labor kísérletünkben is megcsináltam, ugye ott a víz, hűtés, fűtés, forgás, ételfestéket spriccelek bele, és látjuk, hogy ez is ilyen alakokba fog felfűződni, ami pontosan nagyon hasonlít arra, amit itt láttunk, itt a kis, hogy úgymond hamu részecskék terjedésénél. Tehát ez nem véletlen, ez tényleg ilyen. Na jó, a másik kedvenc bolygó légköröm nekem speciál az a Jupiter, hogyha Jupitert ki tudnánk teríteni, az így néz neki, hát ez nagyon, nagyon vicces szerintem, egy kiterített Jupiter, és persze látjuk, hogy itt sávok vannak, és a sávokban más-más irányban áramlik itt a szél, vagyis az anyag, valójában itt anyagáramlásról van szó, és itt persze nem tudjuk nem észrevenni ezt a dolgot, ami ugye a nagy vörös folt, ez a Föld méreténél is nagyobb óriási légörvény, ugye mert a Jupiter egy hatalmas bolygó, és ez a légörvény, ami már tényleg a 17. század óta ugyanott van, mert amikor az emberek először megnézték távcsővel a Jupitert, például a Cassini nevű ember, akkor ő már lerajzolta az 1600-as években ezt a valamit, és ez úgy tűnik, hogy azóta ott van, tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon stabil légörvény. Hát persze azonnal felvetődik a kérdés, hogy mi lehet az oka. Na hát persze rajzpályázat, én is festegetek néha, csak hogy én is lefestettem, hogy hogy nézhet ki ez a nagy vörös folt, hogyha a Jupiter egyik holdján állnánk, az Európán, akkor valahogy így néznek ki, tehát ez óriási légörvény. Na, és akkor persze nagyon jó kérdés, hogy ez mitől tud ott lenni évszázadok óta? Hát erre is van egy kísérletem. Van egy ilyen kis vizes kádunk, ami forog, most nem hűtjük és nem fűtjük, csak vizet töltünk bele, és forgatjuk. Viszont az aljára erősítettem így a víz aljára egy pici parafadugót, ezt látjuk itt. Most nézzük ezt a videót, forgatom, és közben látszik, hogy forog a szoba, de ez azért van, mert a kamera együtt forog a tartállyal. Beleteszek megint egy kis zöld ételfestéket, csak azért, hogy lássuk, hogy merre áramlik a folyadék, és akkor nagyon érdekes dolog fog történni. Szépen elkezd terjedni, 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 ahogy egyébként ez szokott történni, tehát eddig itt nincs semmi meglepetés. De hamarosan meglátjuk, hogy ez a zöld ételfesték annak ellenére, hogy a víz tetején van, és nem süllyed le, tehát a víz tetején van, sokkal magasabban, mint ennek a parafadugónak a teteje, de mégis vegyük észre, mit csinál, mintha kikerülné a parafadugót, hát ez varázslat, hiszen az ő nem ment le az aljára ez a festék, ez fontos mondani, tehát ő nem azért kerüli ki ezt az akadályt, mert hogy nem tudna hova menni, hanem egyszerűen azért, és ez az érdekesség, mert hogyha nagyon-nagyon gyorsan forgatom az áramlást, akkor az ehhez a furcsasághoz vezet, amiről azt mondjuk egyébként, hogy kettődimenziós az áramlás, de ez nagyon furcsa dolog, mintha egy varázslatos meghosszabbítása lenne ennek az akadálynak, és akkor emiatt a festék így ki tudja kerülni. Na most hogy jön ez a nagy vörös folthoz? Hát felvetődött még a 70-es években, hogy esetleg az az oka a nagy vörös folt, hogy mindig ott van, és sose tűnik el, hogy esetleg ott a Jupiter mélyében, amit fölülről nem látunk, ott esetleg lehet valami, ami ugyanúgy arra készteti ezt a légkört, hogy kikerülje. Tehát mi az, hogy gyorsan forog? Hát ugye ez a kérdés, hogy mihez képest? Ahhoz képest mondjuk, hogy gyorsan forog a Jupiter, vagy ez a kis tartály, hogy mennyi idő alatt terjed a dolog az egyik feléből a másik felébe, hogyha bele tesszük. Ugye ahhoz képest forog gyorsan, hogy mennyi benne a sebesség, úgy általában, mondjuk a szélsebesség. Na, és akkor tehát, hogyha így hasonlítanak egymásra a dolgok, akkor persze nem véletlen az sem, hogy a szappan buborék az nagyon tud hasonlítani a Jupiter légkörére. Ugye ez volt a szappan buborékos fénykép, amit mutattam az elején, ez viszont nem szappan buborék, ez a NASA Juno űrszondájának egy felvétele, de láthatjuk, hogy hát ránézésre tényleg nagyon hasonló dolgokat találunk, és befejezésképpen még egy dolgot mutatnék, egy másik kedvenc légköri alakzatomat a naprendszerben, hát ez még kijebb van, ez a Szaturnuszon van, de a Szaturnusznak az északi sarkánál van egy ilyen gyönyörű, szabályos, hatszög alakú örvény, hát ez fantasztikus, hogy mitől alakul ki ott egy hatszög. Amúgy, hogy mekkora ez a hatszög, hát annak érzékeltetésére így mellé tettem a Földet, hogyha a Föld is ott lenne a Szaturnusz felszínén,
akkor ekkorának tűnne mellette. Tehát ez tényleg ez még nagyobb, mint a nagy vörös folt. Csak ugye sokáig nem vették észre, hát ehhez már űrszondák kellettek, hogy meg lehessen látni, mert ugye Földről még a legjobb távcsövekkel sem látunk rá az északi pólusára a Szaturnusznak. Ugye itt a Szaturnusz mindenki látja, hogy itt a gyűrűk itt bekandikálnak a képbe, úgyhogy igazat mondok. Tehát ez tényleg a Szaturnusz, és itt ez a hatszög. Na, ezt is egy kísérletben megvizsgáltuk a laborban, hogy mitől alakulhat ki. Most ugyanilyen kád, mint az előbb, de most nem az egészet forgattuk, hanem csak az alját forgattuk, és a fal megállt. Tehát így külön egy korong volt az alján, és vízzel töltöttük fel, mert a Szaturnusz is olyan, meg az óriás bolygók olyanok, hogy persze, ahogy a Jupiter esetében is láttuk, a különböző sávok azok más-más sebességgel áramlanak, és emiatt érdekes dolgok jönnek létre. Itt is ugye arról van szó, hogy más sebességgel fog áramlani a víz a fal mellett, mint a korongon, mert a falhoz ki akar tapadni a víz, meg a koronghoz is ki akar tapadni a víz, na de a korong az forog, a fal meg áll. És akkor emiatt itt is azt tapasztaltuk, hogy egy hasonló dolog, hát hatszöget nem láttuk, de például négyszög meg háromszög alakú mintázatokat meg tudtunk figyelni ebben a labor kísérletben, tehát piciben el tudtuk játszani a Szaturnuszt is, és most már dolgozunk a hatszögön, de én azt hiszem, hogy a hatszög is meg lesz hamarosan, és akkor be tudjuk mutatni, hogy a Szaturnusznak mitől van ez a nagyon-nagyon furcsa és érdekes alakzat az északi sarkvidékén. No, hát az én időm viszont minden számítás szerint, ha jól gondolom, le is telt, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet mindenkinek, és tudom, hogy már mindenki nagyon várja az eredményhirdetést, úgyhogy én ezzel be is fejezem. Köszönöm szépen! Igen, én pedig nagyon szépen köszönöm az előadásodat, Miklós. Izgalmas volt, látványos volt. Ezek a szappanbuborék képek, meg a többi is valószínűleg most ihletet adott a jövő évi rajzpályázatra a ifjúságnak, hogy micsoda képeket lehet itt előállítani. Nagyon szépen köszönöm, maradj velünk, ha időd engedi, és akkor most áttérünk a pályázat eredmény hirdetésére.